the ASOP vehicle retrieval system. Please visit us again. Thank you.
capsule now approaching station. Stand clear of disembarking passengers. Careful, doors are now closing. Nearing next stop. The capsule will be leaving the station momentarily. Updates on ship availability and gate assignments. Please use one of the conveniently located terminals. Vehicle selected. Stand by. Tired of travel? Why not rest at the next newly renovated accommodation? Located downtown in the luxurious Sapphire Grand. From all of us at Microtech, welcome to the new Babbage Interstellar Spaceport. Raised.
Deployed.
nem tudok veletek beszélni, mert hogy hol működik a mikrofonom, hol nem. Mondom, megpróbálom azt, hogy a VR desktopon buktatom a cuccost, és akkor úgy, mert ugye az Oculuson megműködik a mikrofon. Egyébként nem volt rossz, tök jó. Tök jó. De kicsit lagolt, meg minden. Mondom, akkor nyomjuk az Elite Dangerous-t. Úgyhogy tegnap Elite Dangerous-öztem is egy kicsit. Jó, hogy zavartad magad. Megtaláltam azért a falon a tabetszerűséget a data transmission-nek a lehetőségéhoz. Super. 3 másodpercre a vége előtt tök véletlenül, hogy volt a hátul az engine-ünkben a most éppen a pörgőforgó tudsz mellett. A piros kábel van valahatt, ami világít. Valahol mögök fel a falra. Na úgyhogy beültem a kis hajóba, csak ilyen scrimist mentem. Tudom, itthon vagyok. Mi ez a scrimish? Vagy ez a very dangerous benne, nem csináltam soha, ez a CQC? De van ilyen, jönnek rád mindenféle ilyen kalózok különböző fokozatokban, ki tudod választani. Én nagyon kimentem felderíteni, aztán már fél úton vagyok most a Sagittarius felé, sok mindent nem tudsz csinálni most így elitbe. Csak menni, felfedezni. Ezt valami kis fajtolni akartam egy picit. Mész a központba? Aha. Tetszem, ahol voltam. Nagyon szép. Hát csak egy ilyen tök engineeretlen hajóval megyek, úgyhogy maximum ilyen 36-ot tudok ugrani. De nem is megyek nagy ugrásokkal, tehát ilyen picikbe megyek. Inkább felfedezek mindent, amit itt találok. Nem sok. Beülök a rokba, az nem jött ki, nem a rámpát. Na, most arra kéne találnom a 18-as állomáson, mi? Nem tudja, hogy az hol van. Markor, jó helyet nézted egyébként. Nem. Kétszer klikkeljél rá oda az Arkorra. És utána kest. Nem itt vagyok, ugye? Igen, de nem az a lényeg, hanem ahova mész. Ott arra a kis barna pötyre. De ne gőrt, úgyis jó. Csak itt nem. 17-20. Másik egérre gomba. A vakka? Ott lesz a zárja a 18. Jobb oldalon. Mit van, igen? Fordítsd. Még egy kicsit fordítsd. Még egy kicsit úgy. Már ki tudod jelölni. És akkor ezt beállítom. Ugye? Meg is van. F1-et kilépek innen. Ott lesz az, lesz az. Nyomj egy B-t. Tényleg hivatalosan semmi hír nincsen arról, hogy VR. Hát én még régebben olvastam egy olyat, hogy miért nem. Ami ugyanis, hogy hivatalos volt. Hát ezek itt nem lesz VR. Én meg a múltkor olvastam valamit, hogy készülj el, de amíg nem hozzák be a... milyen nevű apit? Vulkán? A vulkánt, hogy addig biztos, hogy nem lesz. Mindenki ezzel küzdalod. Nem tudom, amit én olvastam, az régi info. Lehet, hogy már...
Már nem, nem. Akkor az, az nagyon határozottan, hogy nem és soha. És különben is. Jó, de ez egy hülyeség, ezért ez... Még tudja, hogy... Már most kell berádióznom, vagy még nem, lejjebb kell ereszkednem? Bizony. Most adhatod neki, meg 9000-en vagy, tehát azért magasabb. Nagyon eltérsz a izértől, a várostól. Most meg már nagyon. Ilyen komikumban nem tudod, hogy merre kell menni, nyomja megint nyugodtan egy B-t. És akkor rá tudsz állnia. Most lefele. Látod, mennyire eltértél? Már át a gépedet, pedig tök fura. Van egy ilyen nagyon magas torony, afelé fogunk menni. De ha megteszed nekem, hogy egy kicsit balra nézel, csak simán rám kellett volna fordítani. Azt hiszem, hogy hol van a port. Elvileg afelé, hogyha mész, ott lesz a port, ha jól látom. Itt a B betű nem segít? Nem. Már túl közel vagy. Mi? Hát indulj el aztán, egyszer csak oda érsz. Nem vagyok sem ezt. 20 kilométer. Hogy dumál, akkor most kell bejelentkezni? Igen. Ott írja, hogy please contact it, ez dumált. Nem az? Nem az? Legalább. Itt kibérelte a hammerhead-et. Aztán elvette feket. De nem tudott beszállni, mert valós volt az ajtó. Ancs. Mondom neki, menjen át egy másik állomásra, és akkor hívja oda a hajót. Tehát, hogyha... Milyen távolságban szóltuk, hogy kell kezdeni fékezni? És ha a teljes sebességgel mentek a cél felé. Gépfüggő. Alap, hogy gépfüggő, persze. Titánnak 1100-zal, hogyha mész, akkor 11 km 10. Ah. Olyankor elegem, és akkor így.
tudás. Hát én már ilyen 30 km-nél óvatosan kezdem, csak ugye így meggyújik az útja. Az előbb egy csáva a WC-ből jött ki. Így egy terrorista. Na itt van, 89-esen. Terroristák is WC-znek. Hát nem én mondani, hogy miért nem szól neki. Olyan, hát figyelj, aki a ponyvaregény óta végül is bevitte magával a fegyverét, szóval szóval se lehet. Szóval nem kellett el, mint a tavolta. Hát Kim Jong-unnak egyébként azt mondják, hogy nincsen seglyuka. Bevaradta, hogy? Nem, hát nem is volt, hanem a nagy vezérnek olyan tökéletes az emértése, hogy neki nincsen szükség ilyen dolgokra. A táplálkozás. Nem, ez konkrétan az ottani propagandában benne van. Jézus már. Őrület egyébként, mivel zabáltatják a tajónét. Jó, de nem gondolt, hogy ennyire hülyék. Az emberek ott pontosan annyira hülyék, amennyire hülyén te adták őket. Biztos, hogy van olyan ember egyébként, de hát kis hazánkból is megkajálták az eszméket annó. Hát... Micsoda, bocsánat? Az eszméket megkajálta a többség. Mi ez a múlt idő? Hát ebben meg nem akarok belemenni. Jó, ennyi. Csak költői volt a kérdés. Na mindegy, ne politizáljunk. Buz is. Hm. Nem tudja neki, hogy ebben a rockban nem lehet a pilóta fülkéből májnálni. De, az arról szól, hogy lehet. Mert hiába nyomtam meg az embetűt, hogy mining mode legyen, nem csinál semmit. Illetve azt mondta, hogy igen, mining mode on, csak hogy nem tudom irányítani a mining módot. Mining mode on! Úgy se látszik. Bár azt mondja, hogy mining mód. Csak ezt nem tudom. Ott meg személyesen soha nem voltam. És akkor most pakoljam a loot ládát, vagy mi legyen? Igen, Zsolti? Igen, most pakolj, belemész a ládába. Nagyon jó. És akkor, amit most látszott, jobb oldalon áthúzod a balba, és akkor az már lokkába fog kerülni. És akkor amit a hajóba pakoltam át, azt is a lokálba át kéne húznom. Így van. Várj egy picit, türelem. Akkor menj ott a jobb oldalon a vihékazba, a másik fűre. Nem, jobb oldal, másik fű, az. És várj egy pár másodpercet. Most jöhet a következő. Hát, hogy látod, a hangába hogy... hagytam ki egy csávot. De most oda ne klikkelj át. Vagy hát mindegy.
Na most inkább csináld, de azt ne pakoljál már tovább, mert mindjárt megint vissza fog kerülni. Nyomj egy exitet. Nyomj egy i betűt. Aha, semmit nem rakott át a lokába. Hát nem tudom. Halad, de nem. Jó, hogy ezt tegnap ettem, nem érdekes. Nincs ötletem, Viktor, nem tudok segíteni benne, hogy ez hogy tud megoldani. Egy kérdés? Hát, kérdés nincsen. Itt Isten igazándiból leszállt a kis otthonában, és a hajóból próbáljuk átrakni a lokálba a cuccokat, és akkor mint a 3-4 dolgot átdob, és utána minden visszadruppol. A izébe, a hajójába. De látod, hogy most átmentem a hajó tárolóba, és az loadingol egyfolytában. Na de miért loadingol? Hát... Gibugi. Nem, ez durva egyébként. Tényleg pakolja, megjelenik a lokálban. És akkor rakja a következőt. És akkor egy ilyen 30 másodperc múlva minden visszadruppol. A rendet rak a rendszer. Aha. Nem is örültök neki. Én abszolút. Milyen okos és ügyes, hogy magától tudja, hogy rendet kell rakni. Ennyi. Figyelj, ez itt marad a hajódban, meg a doboz is ott marad egyébként. Hogy annyira nem drámai a szituáció. Próbáld meg azt, hogy kiveszed a hajódból és lerakod a lábad elé, és utána próbálod meg lakába átrakni. Tehát lerakod a földre. Nyitom az ajtót. Egy i betűt nyomja. Ott az alma. Most ott van, király. Ez úgy néz ki, segít. Nem grab. Vannak ezek az investigációs küldetések, amikor eltűnt szemét keresel. Vannak ilyen újra hasznosítható tippek, hogy nagyjából hol kell keresni, vagy bárhol lehet? Mész befelé elég sokáig, és utána lesz egy olyan hely, ahol ilyen cölöpökön kell átugrani. Ott szokott lenni a földön a cölöpök alatt. Űrben vagyok. Azt mondja a napot, hogy nincsen aki kereszt a marker. Ilyen velem is volt, szerintem ez bug, hogy nem állt semmilyen infót. QT el, onnan is QT vissza. Már hogy, hagyj mi? Kartukra vele. El kell ugrani onnan és vissza, egy dolog az segít. Már onnan, ahol éppen van? Mert nem a roncsnál van, mert sem tudjuk a roncs. Aha. Mert én velem is volt, hogy hogy nem volt. Nem láttam a helyzet. Hát van markerje a helyének, de az egy ilyen üres ponton van. Ja? Á, oké. Okay. Tehát... Másik use case. Ja.
csak a körülötte meg van 3 millió darab roncs. Keresed, hülye gyerek, keresed. Most egyébként nekem se volt, tehát nem volt hulla. Az előbb pont én megfutottam rá én is. Kedvenc hullás missziómban nem voltak hullákok. Ha nincsen hulla, akkor csinálunk. Igen, hát ilyen téren nem feltartok vagyunk. Leszek a hulla, gyere keresd meg. Urak, további jó játékot kiválok nektek. Szia. Sziasztok. Hello. Szia. Hát megint egy csáva valahol bolyká vagy, megint beakadt. Sikerült elüldöznem a Zsoltit. Hullahol. Sehol. Visszaviszed a kocsit és felszállsz és mész tovább, és ugyanez rinse repeat. Izé. Kicsit jó, hazik. Körülményes. Nem hazik annak. Hát tulajdonképpen mondjuk, hogyha rájönnék, hogy hogyan lehet a first personben bányászni, vagy a first person, tehát hogy a egy személyben bányászni, úgyhogy megyek is, meg bányászok is, az tök jól lenne, akkor nem kell kiszállnom. Én gombként is, nem? Vagy nem? Ó, oh, az utolsó csákó. Igen, azt mondja, hogy Exit Remote Turret van Y-nal, de én most Enter Remote Turret-et akarok. Mert szerintem ez Remote Turret, amit én így használok ezen a szaron.
nem jövök rá, hogy kell. Ebből is több fajta van. Hú, ezt a hajót eszélyesen szétlenném, hallod? Már én is ott tartok. Itt szaraztam benne egy órán keresztül majdnem. Bebukolt valamelyik csákó. Egy hiányzik. És így eltalálta meg azért is a padot, és egy büdös figyelem adtak érte.
hangom, én is elmesélem. Jó éjszakát tovább, jó játékot, szevasztok! Jó.
off.
Quantum drive is now up. Offline.